Sziasztok! Ebben a videóban néhány egyszerű légző gyakorlatról lesz szó, amit én is szoktam alkalmazni. Tényleg nagyon egyszerűek, bárki által könnyedén végrehajthatóak. Akit jobban érdekel a téma, keresse rá az internetre. Én csak ilyen egyszerű gyakorlatokat szoktam alkalmazni, de ha kicsit jobban utána keresed az ember, mint az interneten, vagy könyvekben, csomó hasznos információt talál, milyen helyes légzés, miért jó helyes légzés, és ezeket hogyan lehet alkalmazni, hogyan lehet fejleszteni. Ugye, amit én szoktam használni, ezt jóga légzésnek is hívják, nem találtam föl, de nagyon jó működik, hogy az ember kicsit relaxálni akar, kicsit meg akar szabadulni a feszültségtől, stresszlevezetés, stresszoldása is nagyon jó, illetve kicsit az embert így mentálisan és kikapcsolja, hiszen össze lehet kapcsolni a relaxációs kis meditatív gyakorlattal is. A lényeg az, hogy ne a mellkasunkra kötjük a levegőt, az menjen felületesen, de szakorán kötjük a levegőt, hanem inkább hasonló és mélyeket lélegezni, minél több levegő, több oxigén is az ember szervezetébe, és kifejtse a pozitív hatásait a szervezetünkre. És az elején érdemes ülve gyakorolni, de lehet fekve is, állva is, teljesen mindegy. Kényelmesen helyezkedjen, szerintem az sokkal fontosabb. Nyilván, hogyha fekve csinál, akkor nagyobb az esélye, hogy elalszol, nem baj, de már pihensz egy jót. Ha viszont ülve csinál, akkor fontos, hogy egy helyes testtartás lesz, ha egyenes a hátad, ha gondolod, akkor támaszkodott az elején neki valaminek, aztán később ezeket a segédeszközöket el lehet hagyni. Azt mondom, a sima törökülésből köszönjük, hogy húzod a lábad így, úgy, amúgy, és teljesen úgy az elején, kényelmes, sokkal fontosabb, hogy ne két perc után zsibbadj, mert a lábad is már ki is este a gyakorlatból. A gondolat, hogy felekedelve, párnát, akkor kicsit megemel, és akkor nem zsibbad el annyira a lábad. Tehát lényeg, hogy kényelmesen elszélik az ember, és a hasonló veszik a levegőt, hogy a has mellkas egész addig, hogy a vállad is kicsit kitáguljon. Minél jobban kitágítjuk a tüdőnket, minél jobban maximalizáljuk a beálló levegőnek mennyiségét, ez a lehetőleg tüdő kapacitást is. Jól is fordítva lépünk ki, és hogy orrunk beesik, egy szánkot kifordítva, hogy a vállunk beesik, a mellkasunkból kiveszik a levegőt, és a hasonlóból is kiveszik a levegőt. Hogyha nehéz, akkor az, hogy hol veszed a levegőt, akkor figyeljük, hogy tedd a nyugodtan a kezed, és akkor figyeljük, has, mellkas, és tárgó teljesen a vállalődik. Az ember is utána pedig visszafele, tehát hogy tudod érezni, hogy emelkedik el a hasad, vagy sem. Jó életre, jó helyre veszed a levegőt, vagy sem. És ez a lényeg igazából az elején, hogy jó légzésnek hívják, így lehet a levegőt, nem a tűnő, nem a mellkasodba, mert ne csak oda, hogy bele a hasmadba, inkább sokkal távol, több oxigénjük be, és utána az orrom be, és utána a szárba pedig enged ki. És akkor a gyakorlatok, ilyen kis szállalós feladatokat, vagy gyakorlatokat szoktam csinálni, azért, hogy a le legyen kötve a figyelmünk, ugye a tudatunk, mert sokszor szeretnénk pihenni, szeretnénk relaxálni, de csak jönnek a gondolatok, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de csak jönnek, és nem tudunk az itt és mostra figyelni, nem tudunk saját testünkre figyelni, saját magunkra figyelni, nem tudjuk elengedni a dolgokat, hanem mindig valami kavarod a fejünkbe, és ezzel, hogy adunk egy ilyen gyakorlatot, tehát egy ilyen számolni kell meg a szériákat, a figyelmet, a tudatot irányítva van, és akkor most csak ezt tölti ki. Nyilván később az, hogy ezt is teljesen elengeded, és már nincs erre a kis lépcsőkre, vagy a kis gyakorlatsorra, vagy kapaszkodókra szükség, mert tényleg csak le tudsz ülni, ki tud üríteni az elmédet, és csak a légzésedet tudsz figyelni, de hát a fokozatosság elmét követve szerintem érdemesebb haladni, mint egy rögtön ezzel, mert ez azért így elég nehéz beugorni, de lehet, hogy valakinek sikerül. Szóval ami jót csinálni, ugye figyeld a légzésed, és úgy, hogy egy be és egy kilégzés az egynek számít, és akkor fölmész egészen 10-ig, szóval 10-szer csinálod meg ezt, és utána pedig jössz lefelé, az egy ilyen egyszerű lépcsővel, ez pár perc, nyilván milyen mélyen, hosszan veszed a levegőt, akkor lehet 5 perc, 10 perc, de lényeg, hogy ennyi idő alatt kellemesen ki tudsz kapcsolódni, egy kicsit tudsz relaxálni, tud engedni a dolgodat, nyilván jó, hogy olyan helyet keresel a lakásba, ahol egy kicsit egyedül, legalább csak erre a pár percre egyedül tudsz maradni. Nem tudom, ülj be a szekrénybe, vagy zárkodva a vécébe, teljesen mindegy, csak picit erre az 5-10 percre magaddal tudja lenni. Jó, hogyha előtt egy kicsit átszerűzheted a lakást,
bejöjjön a friss levegő, és akkor csinálod ezt a gyakorlatot, tehát egy belépés, egy kilépés, az 1-100 föl, az 10-ig, 10-10 lefelé, az egy lépcső, egy kellemes 5-10 perc alatt végre lehet hajtani. Másik, amit szoktam csinálni, az a 4x végzésnek hívom, hát úgy indul, hogy kifolyod a levegőt, és akkor a üresen, mert mindig van az ember tüdejében némi levegő, szóval üresen tartom 4 másodpercig, beszívod, ugyanígy hasonlákos vállalat a levegőt 4 másodpercig, bent tartod 4 másodpercig, és kifújod 4 másodpercig. Jó, a légzés, amit fogok be, szállj ki, ez a 4x4 légzés, ez is egy fajta légzőgyakorlat, ez még inkább segít abban, hogy figyelmet tudod irányítani, ugye most a négyekre kell szállni, és ebből is csinál lehetsen lépcső, szóval egy ilyen be- és kilégzés, ugye 4x4 az egynek száll, és megint fölmész 10-ig, megint lejössz. Ezt is körülbelül 5-10, akár 15 percig is lehet csinálni, bármilyen napszakban lehet ezeket csinálni, reggel délben este, vagy délben délután este, amikor azért éppen megmennek úgy van ideje, munkában vagy otthon, bármikor. A lényeg, hogy a légzésre figyelj, csak a légzésre próbálj figyelni ezekkel a számokkal, most nem vagy, hogy egyszer elrontod, nem pont 4 másodperc, vagy most kevesebbet csinálsz, tehát ez csak egy ilyen hangot, teljesen lehet variálni, hogyha már az ember kicsit rutinosabb ebbe, és segít abba, hogy tényleg csak a légzésre, csak az ütés mostra figyelj, nincs. Most egy kis technikai nehézség után, a légző gyakorlatokra beszélgetünk, hogy a helyes légzés volt ez a sima belégzés, jóga légzés, 10-ig föl, 10-ig le, de ezt kiegészítették ezzel a 4x4-es nevezető légzésnek, ami szintén lehet 10-ig föl és 10-ig le jönni be legyen lépcsővel, gyakorlattal, az a lényeg. Csak a légzés az itt, és most ugye ne legyen tudatban semmi más, illetve amit lehet csinálni, ezt is lehet ülve, de talán inkább ő fekve. Figyelj, hogy most a testedre irányítod, hogy hol van benne feszültség. Szépen becsapod a szemed, kicsit relaxálsz, kicsit ilyen meditatívabb gyakorlat, és végigmész a testeden, kezdesz föntről lefelé, lentről fölfelé, teljesen minden testrészed, és megvizsgálod, hogy van-e a vállalóban feszültség érzek, a vállalóban feszültsége, vagy bármi olyat, amit nem szeretne, vagy negatívan kölcsöt, vagy ami rossz érzés, amit nem szeretne, hogy ott legyen, hogy benned legyen, és ha igen, akkor a következő kilégzéssel megszabadulsz tőle, tehát ezt tudatosítod magad, veszed egy levegőt, meg az orrodat, keresztül a hasadba, és a szállod szépen kielengeded, és megszabadulsz ettől a feszültségtől, a kölcsön, hogy bármi rossz érzést, amit találsz magadban, és akkor mész tovább a nyakadra, érzel-e valami rossz érzés, feszültséget a mellkasodra, karodra, a lábadra, és egy kicsit fellélegezhetsz, hogy a szó szerint is, megszabadulsz a rossz érzéstől, és figyeld, hogy a testedben nagyon érdekes, hogy tényleg hadsz a testedre ezzel a gyakorlat által, az izmok elazulnak, kipihentebb leszel, tényleg a görcsök, a feszes érzés, az kijön az ember testéből, és a légzés, az megszüket csak-csak pozitív hatása van az emberi szervezetre, például a tudatodnak az irányítása, hogy a figyelmedet hova, mire irányítod, mire összpontosítod, annak is pozitív hatásai vannak. És az a lényeg az egésznek, hogy ezt így egybe létve egy jó légzőgyakorlat, ami erősíti az immunrendszeret, a tüdőkapacitásodat, jót az a testednek, megszabadulsz a feszültségtől, stresszoldó is, illetve egy kis meditatív, relaxációs gyakorlat, és egy tudatodat irányítod, hogy nem hagyod, hogy a gondolatod össze-vissza cikázzanak a fejedbe, hanem csak az itt és mostra figyelsz, csak a légzésedre figyelsz, csak a testedre figyelsz, szállsz magadra, naponta, vagy egy hetente, egy pár alkalommal 5-10 percet, amikor csak a légzésed, csak az itt és most állapotára figyelsz, és később elengedheted a számokat, elengedheted ezt a figyelem irányítását, és csak ebben az állapotban vagy, hogy áramlik a légzés, áramlik a levegő, csinálod a helyes légzéstechnikának van helyes tartásod, és gondolatok nélkül csak élvezed, hogy itt és most ebben a pillanatban vagy. Egy jó gyakorlást kívánok mindenkinek, sziasztok!